Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket. Én Csunk Erzsébet vagyok, a PPH egyik vezetője. Én Tóth Ferenc, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mesterkócs és személyiség és képességfejlesztő szakember. 2016 óta ismerem személyesen, és meggyőződtem arról, hogy Szedlacsik Miklós mesterkócs képzései folyamatos és hatékony fejlődést adnak számunkra. Olyan eszmék vezérlik, amik emberek millióinak életét változtathatják meg. 36 éve él boldog házasságban. Sokat tettek azért, hogy jól tudjanak együttműködni. Kiegyensúlyozott, boldog családi életük legyen. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokba hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Példamutató, felelősségteljes és kötelességtudó tanító. Számára nagyon fontos, hogy az élete minden területén képes legyen megállni a helyét, és erre mások is képessé váljanak. Erről is meggyőződtem az évek során. Tele van lendülettel, energiával, amit az egyéniségén keresztül tud a leginkább kifejezni. Az életében különösen fontos szerepet tölt be a körülötte lévő dolgok működésének megértése. Rengeteg tapasztalatot szerzett az emberekkel való bánásmódban. Szedlacsik Miklós több mint 30 éve foglalkozik emberekkel, és van saját szervezésű csapata. Átlag emberként kezdte, és az élet vezette a mostani útjára. 90-es évektől nyitott a spiritualitás felé. A PPH több mint 10 éve jól működő spirituális közösség. Nagyon sok ember fejlődésében segített már a Nyílt Akadémia létrehozásával. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Korábban az anyagi területeken is ért el sikereket. Nincs még olyan ember Magyarországon, akinek vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezet piacvezető. Vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik, többek között a teremtőjétől kap válaszokat, információkat. Küldetése az aranykor létrehozása, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nagy örömömre szolgál, hogy valamilyen szinten együtt lehetünk, bármint úgy értve, hogy ugye interneten. És hát, hogy a világ minden tájáról hallgatnak engem már. Nézzük meg gyorsan, hogy mivel is foglalkozunk. Az embereknek, illetve mondhatjuk azt, hogy az embereket tudással látjuk el, mihez? Hát nem tudom, hogy mennyire tapasztaljátok azt, hogy az embereknek van élet és emberismerete. Nem tapasztaljátok? Mennyire tapasztaljátok azt, hogy képesek a problémákat megelőzni? Nem? Mennyire tapasztaljátok azt, hogy képesek mondjuk a problémákat megoldani? Alapvetően vajon az emberek képesek céljaikat megvalósítani? Hát nyilván kis célokat biztos, de kicsit nagyobbakat. És nem lenne jó, hogyha az emberek rendelkeznének valamilyen információval, tudással, amivel ezeket meg tudnák oldani? Tehát például mondjuk az ember minden élethelyzetét helyesen tudjon kezelni. Nem lenne jó? Tehát hogyha végig gondolja az ember, de az ember az a baj, hogy még ezt se gondolja végig,
hogy miért van az embernek problémája. Ugye az embernek azért van problémája, mert azt megelőzve, amikor a probléma létrejött, valami olyan döntést hozott, vagy úgy cselekedett, hogy az problémát idézett elő. Tehát magyarul mondhatjuk azt, hogy nem a legjobb megoldást választotta, nem helyesen döntött, vagy nem helyesen cselekedett, és ez problémát okozott. Az embernek adott helyzetben, amikor döntést kell hoznia, vagy cselekednie kellene, akkor lenne tudása, és a tudást felhasználná, nyilvánvaló, mert hiába van az embernek tudása, nem használja fel, tehát felhasználna a tudását, akkor az ember képes lenne arra, hogy mondjuk adott helyzetben a legjobb döntést hozza. Na most, ha az ember nem a legjobb döntést hozza, akkor probléma keletkezik. Ha nagyon rossz döntést hozott, vagy nagyon helytelenül cselekedett, akkor pedig komoly probléma lehet belőle, és a komoly probléma, vagy bármilyen probléma éri az embert, akkor mi szokott vele történnie, történni az illetővel? Hát az szokott, hogy hát rossz hangulatba kerül. És ha az ember sűrűn kerül rossz hangulatba valami miatt, vagy valamik miatt, akkor, vagy akár valakik miatt, vagy valaki miatt, akkor az illető az tartósan úgy marad. Tehát magyarul már egyre kevesebbet lesz jó hangulatú, egyre többet rossz hangulatú, az végén már elvétve lesz olyan, hogy jó hangulatú lesz, de az is hosszú idő elteltével. És ha jobban végig gondolja az embert, ez egy nagyon egyszerű történet, de amíg én ezt nem tanultam, addig én sem gondoltam azt át, hogy mindenkinek a hangulata attól függ, hogy mennyi problémát él meg, illetve élt meg az életében. Problémát, ugye a probléma az nem azt jelenti, hogy feladatot. Nem azt jelenti, hogy kihívást, nem, hanem problémát. Mi a probléma lényege? Az, hogy gondot okoz. Tehát azt nevezzük problémának, ami gondot okoz. Ami nem okoz gondot, az nem probléma. Na most rengeteg ember megél olyan problémákat, ami gondot okoz, tehát mondhatjuk azt, hogy a saját cselekedetével, a saját tetteivel gondot okoz magának, másoknak. És ha magának vagy másoknak gondot okoz, az érzelmileg hatással van az emberre. Tehát minél több gondot okozunk magunknak vagy másoknak, annál rosszabb állapotba kerülünk. És ennek csak egy megoldása van, ezt úgy hívják, hogy tudás és annak használata. Tehát nem elég a tudást, azt használni is kell. Azt sem tudják az emberek, én sem tudtam régen, hogyha az ember rossz állapotba kerül, hiába tanult, elveszíti a tudását. Tehát addig, ameddig rossz állapotban van, nem képes arra, hogy magától eszébe jussanak azok a tanultak, amit tanult akár éppen avval kapcsolatban. Tehát ez így működik. Természetesen, hogyha az ember mondjuk figyelmeztetve van, vagy mit tudom én, meglátja az ember, hogy hoppit utána nézhetek ennek a megoldásnak, az egy más kérdés, de ahhoz meg kell látni. Tehát még arra se képes az ember rossz állapotba, hogy eszébe jusson az, hogy hol nézzem valaminek utána. Még ez se jut eszébe. Tehát valami, ha eszébe juttatja, az egy más kérdés persze, de magától eszébe se jut. Tehát azt tapasztaltam, ugye több tízezer emberrel tevékenykedtem már azóta, mióta ezeket az információkat ismerem, és azt látom, hogy tényleg így van, hogyha egy ember rossz állapotba kerül, akkor tényleg elveszíti azt a tudását, amit adott helyzetben neki már rég tudnia kellene, meg tud is, de mégse tudja használni. Tehát ezáltal az ember mit tehet? Hát most gondolj bele, akkor azt mondhatná egy ember, hogy hát akkor hiába tanultunk. Mert rendszeresen rossz állapotban szoktam lenni, vagy rendszertelenül, mindegy,
Tehát időnként rossz állapotban szoktam lenni, és akkor annyi, mert egyszerűen elveszítem a tudásomat. Na most, viszont van például arra technika, technológia, hogy hogy akadályozd meg azt, hogy lecsúszson a hangulatod. Tehát hogy akadályozd meg azt, hogy rossz állapotba kerülj, egy olyan állapotból kerülj rossz állapotba, ahol még tudsz gondolkodni. Tehát az ember képes arra, hogyha van tudása, hogy megállítsa azt a folyamatot, hogy rossz állapotba kerüljön. De az ember ilyeneket nem tanul, tehát nem tanulja meg a például azt, hogy hogyan állítsd meg, hogy rossz állapotba kerülj, de hiába maradsz viszonylag jó állapotba, akkor is gond van, ha nincs tudásod. Mert hogy oldod meg a helyzetet, ha nincs tudásod? És akkor úgy jársz, mint néha sokan járnak, hogy ugyan rossz állapotba nem kerül, de mégis komoly problémát okoz neki az a dolog, mert nincs a megoldására tudás. Tehát az embernek mindenféleképpen szüksége van tudásra, és az élethelyzeteire vannak szükség, tehát van szüksége az embernek tudásra. Tehát az embernek milyen élethelyzetei vannak, nézzük meg gyorsan. Ugye van 10 területünk, és hát a 10 területből ugye nagyon sok embernek nem egy terület működik, hanem van akinek 10, van akinek 9, van akinek 8, van akinek 7, de minimum 2-3 biztos ezek közül. Tehát ami azt jelenti, hogy azon működik az illető, azon a 2-3-4-5-6-10 életterületen. Minél több életterületen működünk, az életterületekre annál több tudásra van szükség. Tehát például, csak mondok egy egyszerű dolgot, valaki mondjuk egyedül él, évtizedek óta, nincs párja, hát akkor párjával nem kell bánnia. Nem? Sőt, mondjuk gyereke sincs, mert párja nem volt, ezáltal gyereke sincs, hát akkor nem kell bánni a párjával. Ha szülei már meghaltak, akkor még szüleivel se kell bánni. Bár, képzeljétek el, ha meghaltak a szüleink, akkor is kell velük bánni. Ugyanis az embernek vannak érzelmei a szülőkkel kapcsolatban. Ha azok a szülők élnek, nem is a pozitív érzelmekkel van gond, hanem a negatív érzelmekkel. Ha a szülők élnek, akkor a negatív érzelmeket akár tisztázni lehet. Igen ám, de hogy tisztázza az ember egy elhalt szülővel a negatív érzelmeket? Na erre is van technológia, csak úgy mondanám, hogy ezt hogy kell csinálni. És onnantól kezdve, tehát hiába elhalt valakinek a szüleje, vagy akár nem is ismerte a szüleit, akkor is valamilyen szinten a negatív érzelmeit a szülővel vagy szülőkkel tisztáznia kellene, függetlenül attól, hogy már rég nem élnek, vagy akár nem is ismeri a szüleit, vagy ismerte a szüleit. Hát most gondolj bele, aki mondjuk tudja, hogy a édesapja mondjuk elhagyta őt egy éves korában, mert hallott erről, biztos, hogy valamilyen szintű negatív érzelmet táplál az édesapja irányába. Érted? Legalábbis a legtöbb ember így működik. Nyilván az emberek ügyében mindig vannak kivételek, de a kivételek ebből a szempontból mondhatjuk azt, hogy erősítik a szabályt, és nem a kivételekkel szoktunk alapvetően foglalkozni, hanem a többség problémáival. Tehát lényeg az, hogy az embernek szüksége van minden területnek a helyes működésének az információira. Például itt van, ha mondjuk lehet, hogy nincs párja, de akkor is van önmaga, hiszen nem halt még meg, nem? Tehát az önmaga mindenféleképpen van mindenkinek. És én úgy láttam, hogy a legtöbb embert, tehát én még nem találkoztam olyan emberrel, aki tökéletesen tud bánni önmagával. Tehát soha senkivel nem találkoztam olyannal, aki
nek ez az önmagával való bánásmód ez teljesen rendben lett volna, függetlenül attól, hogy ki mit gondol magáról. Mert olyanokkal találkoztam, akik azt gondolták magukról, hogy ez tökéletesen rendben van nekik. Érted? Aztán pillanatok alatt kiderült, hogy nem így van. Szóval lényeg az, hogy ugye itt van ez, a szülők mindenféleképpen vannak, más emberek. Hát akkor nincsenek mások, ha valaki ki sem mozdul, nem? De hát most gondolom, mennyire érezheti magát jól az ember a bőrében, ha ki sem mozdul. Tehát akkor, ha kimozdulna, jobban járna, és akkor de az, abban a pillanatban szüksége lenne arra, hogy hogyan bánjon másokkal. A munkával, hát elég nehéz úgy akár nyugdíjat kapni, hogy sose dolgozott, nem? Tehát akkor miből él, ha nem dolgozott? Pénzzel, hát még a pénzvilágában élünk, ami azt jelenti, hogy hogy működik ez a legtöbb ember esetében, a pénz. Tehát akikkel én foglalkoztam személyesen, az sok ezer ember, és ugye közvetlenül, és ugye még több volt, akivel közvetve. Tehát az azt jelenti, hogy információk jöttek hozzám avval kapcsolatban. És tudjátok, mit láttam? Azt láttam, hogy a többség a pénzzel való bánásmóddal gondban van. Most teljesen mindegy, hogy szellemi emberekről beszélünk, vagy fizikai emberekről. Tehát mit jelent az, hogy szellemi vagy fizikai? Az azt jelenti, hogy az embernek van egy életfeladata. És ez az életfeladat, ez azt jelenti, hogy ha megnézzük, ez valamilyen szinten vonatkozik az újraszületésekre. Milyen újraszületésekre? Az újraszületések az azt jelenti, hogy reinkarnáció. Valaki nem hisz benne, így járt. Mindegy. Tehát sokkal jobban jár az ember, ha hisz a reinkarnációban, mint ha nem. Jó? Csak maradjunk ennyibe. Tehát az lényeg az, hogy ha megnézzük, nagyon egyszerű dolog, van két ősi tudomány. Az egyik a számmisztika, tehát numerológia, másik meg az asztrológia. Na most én mivel a számokat sokkal jobban szerettem világéletemben, bár a csillagok is érdekeltek gyerekkorban nagyon, sőt van is távcsövem, de nem is tudom már mikor használtam, ugye az a rendes nagy távcső. Mindegy, nem is ez a lényeg. Én mégis annál maradtam, hogy engem jobban érdekel a numerológia, és avval kezdtem el foglalkozni. Ugye a nejem meg az asztrológiával kezdett el foglalkozni, ez nem most volt, hanem ugye sok évvel ezelőtt. És rájöttem például arra, ugye rengeteg embert már kielemeztem, és rájöttem arra, hogy a numerológiában egy az egyben benne van az ember szellemi fejlődése. Az azt jelenti, hogy az újjászületések révén teljesen látható. Ami annyit jelent, hogy van kilencféle működés, a legkevésbé szellemi számtól indulva, az az egyes, és a legmagasabb szellemi számig jutva, az a kilences. És a szellemi számok az a 7-es, 8-as, 9-es, a fizikai számok, tehát anyagi számok, azok pedig az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os. És ez úgy működik, hogy egy ember akkor működik jól, hogyha az összes szám energiáját képes ismerni és használni. Tehát az összes szám energiáját. Na most, de ahhoz, hogy az ember megértse ezt és használja az összes szám energiáját, és ezáltal jól működjön, ehhez az kell, hogy az ember végigélje az összes szám energiáját. Az egyes az a vezető, a kettes az a segítő, a hármas az a szórakoztató, a négyes az a realista, az ötös az optimista, a hatos a harmonikus, a 7-es a céltudatos, a 8-as a sikeres, a 9-es
a szellemiség. Jó? Tehát ennek a nyolcnak az energiáit végig kell élni. Ezáltal nagyon érdekes, mert az emberek egy születési dátummal születnek, ami még akkor is, ha manipulált, akkor is akkor kellett születni az illetőnek. Mi az, hogy manipulált? Úgyhogy nem természetes úton született, hanem mondjuk beavatkozás révén. Tehát magyarul azt mondta a nőgyógyász, hogy én most érek rá, ezért tessék most szülni. És megindítja a szülést. Nem, ezt komolyan mondom, mert mostanában ez a jellemző. Tehát akkor szülnek az asszonyok, amikor a nőgyógyásza ráér. És lényeg az, hogy itt van ez a kilenc szám, és a kilenc szám energiáját ugye úgy élik meg az emberek, hogy hát leszületünk egy olyan számmal, ami a legfőbb számunk, ez pedig a születési dátumunk végösszege, és annak az egy számra egyre hozott száma. Tehát például az én esetemben ez 27, tehát ha összeadom egyesével a számaimat, akkor 27-re jön ki, és a legvége az egy 9-es, tehát ott is a 2-est meg a 7-est összeadom, ez egy 9-es. Na most ha ezt megnézem, ez a legfőbb szám. Ez az embernek a küldetésének a száma. Na most ebből a számból gyönyörűen lehet tudni, hogy az illető vajon milyen szellemi szinten volt azelőtt, mielőtt leszületett. Mert ha neki a 9-est kell megélnie, akkor ő már neki nem kell megélni az 1-est, 2-est, 3-as, 4-est, 5-ost, 6-ost, 7-est, 8-ast. Mert arra már nincs szüksége, mert megélte. Most az, hogy hol élte meg, az most ebből a szempontból részletkérdés. Tehát ez nem túl jó hír azoknak, akiknek a küldetés száma alacsony. Tehát ami azt jelenti, hogy ráadásul még erre azt is szokták mondani a numerológiai szakemberek, hogy öreg lélek. Tehát minél nagyobb a szám, a küldetés száma valakinek, annál öregebb lélek. Tehát ezáltal ugye elég könnyen meg lehet ezeket határozni. Csak ugye ezzel van egy gond, hogy minél magasabb a szám, a küldetés szám, annál nagyobb a felelősség. Hoppá! És minél nagyobb ez a szám, mivel annál nagyobb a felelősség, ezáltal az illető nem tehet olyan dolgokat, mint egy alacsonyabb számú. Mert gondoljátok végig, ő rendelkezik azokkal az információkkal, tudatalatt, ami ahhoz kell, hogy ő nagyobb feladatot lásson el a földi létében, mint az, akinek alacsonyabb a száma. Na most, ez mindig így volt itt a Föld történetében, mármint nem a Föld történetében, itt a jelenlegi emberiség történetében, hogy ez ugye maga a numerológia meg asztrológia az ilyen több ezer éves tudomány, tehát több ezer év óta figyelik ezt, és több ezer év óta tudják azt, hogy az embernek meg lehet határozni, hogy milyen született. És akkor az emberek szépen úgy csinálták, képzeljétek el, hogy leszülettek egyessel, majd a következő életükben, ha teljesítették az egyes küldetését, akkor leszülettek kettessel, majd ha teljesítették a kettesnek a küldetését, akkor leszülettek hármassal, és szépen így ment. De csak akkor, ha teljesítették. Ha nem teljesítették, akkor mondjuk egyesként leszületett, és nem teljesítette az egyes küldetését, akkor maradt egyes a következő életében is. És addig maradt egyes, ameddig nem teljesítette az egyesnek a küldetését. És ez így volt
addig, míg mi nem születtünk meg. Nem vicc, komolyan. Tehát addig így volt. És miért mondom ezt? Mert igazából lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, az ilyenfajta létformában ez az utolsó emberiség. Tehát ami azt jelenti, hogy nem lesz tovább. Érted? Tehát nincs olyan, hogy hát még egyes voltál, akkor majd lehetsz kettes, leszületedsz hármasként, meg négyesként, ez befejeződött. Tehát velünk befejeződött. Most ez a velünk, ez azt jelenti, hogy akik a, mit tudom én, az 50-es évektől születtek, tehát azokkal befejeződött. Tehát azokkal befejeződött. Ez azt jelenti, hogy értsétek, hogy hát ha befejeződött, akkor valami óriási változás állt be itt az emberiség életében. Mert eddig sok ezer éven keresztül az ment, hogy szépen fejlődhettél itt, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, érted? És ha a 9-esből is tovább fejlődtél, akkor mentél a magasabb szintű létformába. Ennyi. Érted? És akkor ez így most megállt, ez a folyamat. És akkor most mi a manó lesz, vagy mi van, vagy hogy van, mint van. Na most lényeg az, hogy az emberiség kapott egy sanszot, egy lehetőséget arra, hogy tök mindegy, hogy ki hányas számmal született, bekerülhet a fenti létformába, ha teljesíti a küldetését. Illetve nem csak azt, hanem annál többet. Tehát többet kell teljesíteni. Tehát akkor jó az ember, akkor tud jól működni, hogyha képes arra, hogy vezessen, képes arra, hogy segítsen, képes arra, hogy szórakoztasson, arra is, hogy reálisan lássa a dolgokat, arra is, hogy harmóniába éljen, az a négyes, arra is, hogy optimista legyen, arra is, hogy céltudatos, hatos, harmóniában legyen, céltudatos legyen, az a hetes, nyolcas, hogy sikeres legyen, és a kilences pedig, hogy szellemiség legyen. Na most, ha ezt megéli, na erre adtak egy átmeneti időszakot, ami 2035-tel indul, és a jelenlegi időszak egy felkészítő időszak, a felkészítő időszak pedig arról szól, hogy az emberek felismerjék a változás, változtatás szükségességét. Tehát felismerjék. Aki nem ismeri föl az ígyát, aki meg felismeri, az pedig bekerülhet ugye abba a korszakba, amit itt láthattotok a végén, mindjárt mutatom, hogy 2035-re ugye elkezdődik az aranykor, és az aranykorban tudják majd az emberek azt megcsinálni, hogy végigcsinálják, ugye attól függetlenül, hogy milyen száma van, végigcsinálják és bemutatják ugye a fentieknek gyakorlatilag azt, hogy ők képesek ezt a 9 fajta tevékenységet, dolgot jól csinálni. Na most, ha ezt megnézzük, erre lesz idő, ha valaki esetleg egy életben nem tudja, akkor ott újból lesz egy reinkarnáció, de már nem lesz olyan típusú reinkarnáció, mint ami most van. Milyen mostani típusú reinkarnáció van? Ez azt jelenti, hogy valaki meghal, akkor a múlt században átlagosan 13 évenként születtek újra az emberek. Most ez már ilyen nagy kutyulás van, ami azt jelenti, hogy van, aki már pár hónap után újra születik. Tehát ebben a kérdésben ugye változások voltak itt a századfordulóval. Tehát azt fogja eredményezni, hogy az illető az
az aranykorban, hogyha esetleg nem teljesíti, ugye, nem tudja megcsinálni, akkor már egy olyan társadalomba születik bele, ahol nincs elnyomás. Ugyanis az ember úgy működik, hogy az elnyomás hatására rossz állapotba kerül, elveszíti a tudását és nem tud fejlődni. Tehát ugye nem csak arra tudunk rossz állapotba kerülni, hogy egy problémát létrehozunk, vagy valaki létrehoz feléd egy problémát, ha valaki létrehoz feléd egy problémát, azt úgy hívják, hogy elnyomás, csak úgy mondanám. Mert elnyomásként éled meg. Tehát a saját magad által okozott problémát is elnyomásként éled meg, és a más által okozott problémát is elnyomásként éled meg. Na most az azt jelenti, hogy az aranykorban kellő segítséget kapnak az emberek ahhoz, mivel nem lesznek elnyomók, kellő segítséget kapnak az emberek ahhoz, hogy ha keletkezik egy problémájuk, akkor ne kezdjenek el problémázni, hanem ha nincs meg a tudásuk, akkor rögtön megkapják hozzá a tudást, ami ahhoz kell, hogy a problémát át tudják hidalni, érted? Tehát ez az aranykorban jól fog működni. Tehát, de ez hogy fog működni? Hogy az aranykorban szükség van arra, hogy sok olyan ember legyen, aki képes arra a segítségre, amit az emberek fognak várni, amikor hoznak, tehát létrehoznak még a tudatlanságuk miatt egy problémát. De ez nem úgy fog működni, mint most, hogy az emberek létrehoznak saját maguknak egy problémát, vagy akár másoknak, ez nyilván rájuk is kihatással lesz előbb-utóbb, és mi fog történni? Az fog történni, hogy az illető ugye rossz állapotba kerül. Tehát az aranykorban nem lesznek rossz állapotú emberek, mert ugyanis az ember úgy működik, ha rossz állapotúvá válik, akkor kibújik belőle a kis ördög. A rossz állapot hatására képes arra, hogy a környezetében lévő embereket elnyomásban részesítse. Tehát annak ellenére, hogy nem elnyomó, de mégis figyeld meg akár magadon vagy másokon, hogyha rossz állapotban van, akkor képes arra, hogy a környezetében lévő embereket valamilyen szinten elnyomja. Világos ez? Na most, ezért az aranykorban nagyon nagy szükség lesz arra, hogyha az ember egy problémával találkozik, akkor rögtön legyen egy segítője, úgy is lehet mondani, akinek megvan ahhoz az információ, tudása már, hogy az illetőnek segítséget nyújtson abban, hogy az illető az áthidalja azt a helyzetet, amit egy probléma szokott okozni. Na most, ezért most van a kiválasztódási időszaka, hogy az illetők kiválasztódjanak arra, hogy kik lesznek a jövőben a tanítók, a vezetők, mert nyilván a tanítók az egyben vezető is. Hát most nézd meg, egy általános iskolában az osztályfőnök tanító, és egyben az osztály vezetője is. Tehát ugye egy tanár az én időmben még vezette a diákokat. Oké? Az előtte lévő időszakban, mondjuk a szüleim időszakában, meg még inkább. Tehát még inkább. Tehát ami azt jelenti, hogy most folyik a kiválasztódása annak, hogy kik lesznek az emberek vezetői. Tehát kik lesznek azok a segítők, akik kellő információval, kellő tudással el tudják majd látni a többieket. Ez ugye a számok szerint, ez körülbelül úgy fog kinézni, hogy egy emberre, egy tanítóra körülbelül átlagosan 25 ember fog jutni. Jó? Tehát egyre 25. De azt azért elmondanám, hogy mivel nem lesznek elnyomók az aranykorban, ezért sokkal jobb állapotúak tudnak lenni az emberek. Ezért sokkal kevesebb
segítségre szorulnak, mint egy olyan társadalomban, ahol állandó elnyomás van. Márpedig ekkora elnyomást én nem éltem meg, mint ami most van tavaly március 12 óta. Tehát ez, ha nem ultra elnyomás, akkor semmi. Tehát ez konkrétan annyira elnyomás, hogy én ezt úgy nevezném, hogy a szabadságjogok korlátozása. Oké? Tehát az emberi szabadság, szólás és fizikai szabadság korlátozása. Jó? Na most, de ez most ebből a szempontból részletkérdés. Mondhatjuk ezt, hogy ez a mi malmunkra hajtja a vizet, mindegy. Szóval egy olyan korszakba érkeztek az emberek, ahol nem gondolják végig, hogy változtatni kellene, változni kellene. Tehát most itt van például ez az oltás kérdés. Hát az emberek alapvetően nem azért oltatják magukat, mert hogy félnek a vírustól, hogy nehogy elkapják a vírust, hanem azért oltatják magukat, hogy utazzanak. Ez nonsens. Tehát ez nonsens. Ez azt jelenti, hogy ez egy nagy baromság. Én nem tudok mást mondani, így ahogy van. És ebben ugye hitegetik az embereket, hogyha beoltatod magad, akkor utazhatsz. És ezáltal ugye ha megkérdez az ismerőseid, miért oltottad be magad, akkor azt fogja mondani, hogy a többség, nyilván nem mindenki, de a többség azt fogja mondani, én megkérdeztem, és a többség azt mondja, hogy hát azért, mert akkor utazhatok. Tehát volt olyan, aki azért beoltotta magát, mert nemrég született egy unokája külföldön, és hogy ki tudjon menni külföldre is. És gyakorlatilag hiába oltatta be magát, akkor sem mehet külföldre. Ennyi. Illetve mehetne, csak olyan feltételekkel, hogy azt mondta, hogy akkor nem éri meg kimenni. Mert azt mondták neki, jó, akkor eleve úgy kezdődik, hogy 2 hét karantén ott, akkor 2 tesztet kell, 2 negatív tesztet produkálni, szállodába kell eltölteni saját költségre azt a 2 hetet, a teszteket is saját költségre kell, utána hazajön, ugyanúgy karanténba dugják, stb. Stb. Tehát gyakorlatilag azt mondta, hogy hát egyszerűen menne az unokához, de nem ott töltené az időt, hanem egy szállodai karanténba, és hozzá nem jöhet senki. Érted? Na most ennyi. Tehát hiába van kártyája, semmit nem tud vele kezdeni. Jó? Tehát lényeg az, hogy de ő is azért oltotta be magát, mert hogy akkor utazhat. Hát erre nem. Lehet, hogy Magyarországon lehet majd utazni, látszat szerint, ugye, de hát mindegy. De erről nem akarok beszélni, mert fogják, azt letiltják a videómat, mint eddig csinálták. Úgyhogy mindegy. Tudnék erről sokat informálni az embereket, és tudom is olyankor, amikor mondjuk az nem a YouTube-on megy, vagy a Facebookon, mert akkor ugye az cenzúráz. Jó, tehát na ezért mondtam, hogy szólás és fizikai szabadság korlátozás van a világban, és nem kismértékben. No, tehát akkor ha visszatérünk és megnézzük, ugye miért kell, hogy aranykor legyen? Tehát ha ma megnézed, gyakorlatilag ez az emberiség így ebben a formájában, megmondom, kerek-perec, útba van a fentieknek. Miért? Mert alacsony a rezgésünk. Ők egy magas rezgésű lények, és mi nekünk folyamatosan csökken a rezgésünk, és nem emelkedik. És ez azt jelenti, hogy rossz állapotok vagyunk hozzájuk képest. Ez olyan, mint mikor van egy jókedvű társaság, és oda becseppen egy rossz állapotú ember. Érted? És az ott útba van. Szó szerint. Szó szerint. A rossz állapotú útba van a jó állapotú társaságban. Persze ez fordítva is igaz, hogyha egy rossz állapotú társaságba becsüppen egy jó állapotú, az is útban van a rossz állapotú társaságnak. Tehát magyarul
a mi rezgésünk az folyamat, az emberiség rezgése folyamatosan csökken, annak ellenére, hogy mit tudom én, mindenféle híresztelések vannak, hogy, hogy az emberiség rezgése az mekkorát nőtt, baromság, jó? Az nagy baromság. Tehát az nagy baromság. Hát akkor az illető az vak, és elhisz mindent, amit a média ír. Mert ugye miről szól a média? Arról, hogy a jó emberek ne tegyenek semmit. A lehetőleg szellemi fejlődést azt megfelejtsék el, azt meg végképp felejtsék el. Jó? Tehát ugye erről szól a világ, na, világunk. Na most, akkor ugye a fentiek mit csinálnak ezzel kapcsolatban? Hát ha jobban megnézed, az emberek itt a Földön miért élnek? Azért élnek, hogy egyenek, igyanak, majdnem kimondtam, B-betűvel kezdődik, hogy mit csináljanak. Érted? Mondom szépen, szeretkezzenek. Ja. Lényeg az, hogy, hogy és mit csináljanak, még pihenjenek. Jó kis pihi, pihi. És már tervezgetik a pihenést, ez a cél. Hát nézzek, a legtöbb embernek ez a célja. Ne értsétek félre, nekem is ez volt régen. Tehát a 20. században nekem is ez volt. Semmi gond. A 20. században ezt még meg lehetett tenni. A 20. század az ego százada volt, és az ego volt támogatva. Tehát ami azt jelenti, hogy az én, ez volt támogatva. És ha valaki ebből indult ki, hogy én, akkor a 20. században jól működött ez a dolog. A 21. században már nem ez működik, hanem a mások segítése. Ugye ezt mondom a 20. század beköszöntésétől mondom folyamatosan, hogy erre oda kéne figyelni, hogy már nem rólad szól a történet, hanem mások segítéséről, hiszen 2000-rel kezdődik, 2-essel kezdődik ugye a dátum, amikor elkezdjük írni, de mindegy, legtöbb ember füle botját sem mozgatja ezzel kapcsolatban, mindegy, de az ő bajuk. Na most ezáltal ugye, hogy nem a saját életüket élik, tehát ugye az lett itt a bolygón, hogy most globális probléma lett. Tehát most már nem ilyen helyi kis problémák vannak, hanem globális probléma lett. És ha megnézed, még ott is, ahol mit tudom, azt mondják, hogy nincs vírusos ember, hát de ott sem mehetnek, jöhetnek csak úgy az emberek. Mármint úgy értve, hogy külföldre. Külföldre nem jöhetnek, mehetnek csak úgy, mint előtte. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ugye az emberek nem ismerik és nem is akarnak változni. Na most onnantól kezdve akkor mi lesz? Hát most egy olyan helyzet van, hogy az emberek rezgése csökken, és akkor akit lehet, olyan rezgési szintre lemegy, ahol feldobja a talpát. Ennyi. Jó, itt a halálozás ugye a jövőben emiatt nem kis számú lesz, ezt már lehet, hogy tapasztaljátok is, bár nyáron lehet, hogy visszacsökken egy kicsit a halálozás. De hát ugye ott se az lesz majd, hogy oda utaznak, hova akarnak, mindegy. De hagyjuk ezt a témát. Tehát lényeg, hogy, hogy vagy az ember elhatározza az, hogy én be akarok kerülni az aranykorba, vagy pedig független attól, hogy milyen jó ember valaki, nem számít, akkor kivonják az élők sorából 2035-ig, jó? De nyilván itt a 2026 még egy fordulópont, tehát addig lesz nagyon sok kivonás 2026-ig. Ami azt jelenti, hogy a 2026-ot már ne értsük bele, csak a 2025-öt. És egyébként pedig, aki azt mondja, hogy, hogy hát de én ugye beszeretnék kerülni az aranykorba, egy olyan társadalomból nincs elnyomás, hát akkor annak meg egy feltétele van, hogy az ember vagy tanul, vagy nem. Most képzeljétek el, ugye az én életem az tényleg olyan volt, mint az átlagé, hogy hogy nekem is az volt a célom, hogy nyaralni. Hát már gyerekek nagyobbak voltak, utána még inkább nyaralni, nyaralni. Érted? És jó, nekünk a nyaralásunk nagy része az PPH-s volt, tehát
közös PPA-sokkal, és annak egy jó része az vezetői, vezetőképzés is volt egyben, mindegy, nem is ez a lényeg, de akkor is ez volt a cél. De amint elkezdtem tanulni a szellemiséggel kapcsolatos dolgokat, elkezdett megváltozni a gondolkodásom. És érdekes módon, tudjátok mikortól tekintem a szellemi képzésemet? A numerológiai tanulmányaimtól. Tehát amikor elkezdtem foglalkozni a numerológiával. Pedig a numerológia az nem feltétlenül a szellemiségről szól, és mégis. Tehát az volt a fordulópont. Tehát ugye képzésekkel az, hogy hogyan bánjunk magunkkal, másokkal, stb. Azt tanultam már régtől, ugye 91-től. Majd ugye konkrét módszereket is elkezdtem tanulni, ugye az ember és az élet működésével kapcsolatban, de főleg az ember működésével kapcsolatban 98-tól. És, de mégis a szellemiség fordulópontja, amikor már azt mondtam, hogy jó, akkor már nem az a cél, hogy nyaraljunk. Az mégis akkortól volt, amikor elkezdtem foglalkozni a numerológiával. Na most a numerológia az egy kézzelfogható dolog, az embereknek, még a nem szellemi embereknek is szimpatikus az, hogy egy pillanat alatt a születési dátuma alapján vagy a neve alapján megmondasz róla egy csomó dolgot, és akkor leesik az álla az illetőnek, és akkor onnantól kezdve ugye egész másként tekint rád, meg az arra is, amit tőled hall. Tehát ez egy jó módszer, csak úgy mondanám, de akkor is ugye hát kellene, hogy az ember egy változáson menjen át. És gondold végig, hogyha egy fizikai ember nem foglalkozik semmilyen energetikai dologgal, ugye a szellemi dolgok azok mind energetikai dolgok. Tehát például a bennünk lévő lélek, az is egy energetikai dolog, ami azt jelenti, hogy szellemlény. Tehát egy értelmes energia. Tehát minden szellemi dolog az energiához kapcsolódik. Ezt jó, ha tudjátok. Oké? Okay? Tehát minden szellemi dolog az energiához kapcsolódik. Tehát például a teremtő egy Isten, most a legfőbb teremtőről beszélek, az a legnagyobb értelmes energia a világegyetemben. Oké? Okay? Tehát a legnagyobb, legkiterjedtebb értelmes energia a világegyetemben. Gondold végig. Tehát minden, ami szellemiség, az energia. És akkor lehet ilyen kvantum energiáról beszélni, természetesen nem csak a fizikai energiákról, a kvantum energiákról, meg még a kvantum energián túli energiákról is. Na most ez azt jelenti, hogy amikor tehát az ember megismerkedik azzal, hogy az energia hogyan is működik, és megismerkedik azzal, hogy az energiák igazából a szellemiség területéhez kapcsolódnak, most nem a hőenergiára gondoltam természetesen, meg ilyen fizikában tanult hagyományos energiákra, tehát, hanem azon túli, ami ott kezdődik, hogy kvantumenergia, és onnantól ugye folytatva tovább, és az ember elkezd ezzel megismerkedni, tehát például, hogy a gondolatoddal milyen energiát, energiaváltozást tudsz elérni, érted? A gondolatoddal milyen energiaváltozást tudsz elérni. Ha az ember ilyenekkel megismerkedik, nyilván ezt már a 90-es évektől kezdtem kapizsgálni, de ugye leginkább a numerológia volt az, hogy hát rádöbbentem arra, hogy hát basszus kulcsa, tehát számoknak ilyen energiája van. Tehát ugye a számok azok szimbólumok, tehát ugye a szimbólumoknak ilyen energiája van. És ez mind például megnézitek, a szimbólumok energiáját használták a németek a második világháborúban, illetve világháború előtt től, ugye Hitlerig. Jó, és ugye rengeteg a világban megtalálható az, hogy hogyan használták a különböző szimbólumok energiáját a világban. De nem is ez a lényeg. Na most
De ha megnézed, az energia, jó, a hőenergia az kézzel fogható, mert megsüt. Fényenergia is kézzel fogható, mert látod, érted? Tehát ebben az értelmezésében. De a, például a számjegyeknek az energiáját te nem látod. Például nem látod a különböző szimbólumnak az energiáját sem. És nem látod például a teremtőnek az energiáját sem. Nem látod egy másik embernek a gondolati energiáját sem. A saját gondolati energiádat sem látod, sőt még a lelkedet sem látod, vagy másnak a lelkét sem látod. Legalábbis a legtöbb ember. Na most onnantól kezdve ugye ez a fizikán túleső dolog, és az anyagon túleső dolog. És az emberek addig ebben nem hisznek, míg nem tapasztalják meg. És nekem az igazi megtapasztalás az a numerológiából kiindulva lett. Érted? Ahol gyakorlatilag kézzel fogható, tehát látszólag kézzel fogható, de ugye nem kézzel fogható. Tehát egyszerűen látni azt, hogy mit tudom én, valakinek ilyen számai vannak, akkor hogy működnek. Érted? És csak azért is fogja, és mit tudom, a nevében, mert születési dátumát ugye senki nem tudja megváltoztatni, de a nevében a nevének a dátumát elkezdi megváltoztatni, vagyis a nevének a betűit elkezdi megváltoztatni, és elkezd megváltozni az illető maga. Elkezd megváltozni az illető maga. És akkor, mikor ilyenekre találtam, érted, akkor rádöbbentem azt, hogy azért itt annál sokkal több van, mint amit eddig előtte tanultam. Mert ugye előtte mit tanultam? Mert a 90-es években én már voltam agykontrollon, tehát ott megtapasztalhattam valamilyen szinten a gondolatnak az energiáit. De az nekem nem volt újdonság, tehát nem sok újat mondott, magát a gyógyítást azt hozta, mint új dolog, de egyébként én azt csináltam régóta. Tehát nekem a meditáció, tehát az alfa szintre jutás, az nem volt probléma gyerekkoromtól. Nem tudtam, hogy azt csinálom, akkor derült ki, mikor elmentem agykontrollra. Na, de nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy persze a gondolati energiát tudtam, ugye mert azt megtapasztaltam, de a többit kevésbé tapasztaltam meg. Tehát például kevésbé tapasztaltam meg mondjuk a teremtői energia működését, hogy azt milyen módon lehet igénybe venni. Vagy az univerzumi energiát milyen módon lehet igénybe venni, érted? És amikor az ember kap információkat, hogy ezt hogy lehet igénybe venni, akkor ugye az ember először ledöbben. Ez olyan, mint mikor mondjuk valakinek kinyílik a szeme, és akkor lát olyan dolgokat, amit más nem, és akkor ledöbben, hogy ő olyanokat lát. Érted? Na, én is ilyen ledöbbenő érzéseim voltak azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amiről max előtte sejtéseim lehettek, de meggyőződéseim tuti nem. Na most, de így lettek meggyőződéseim, és most gondold végig, a legtöbb ember ezeken a meggyőződéseken, vagy akár érdeklődéseken nem megy át. De én biztos vagyok abban, csak egy dologban, hogyha mondjuk elkezdene valaki egy kicsit komolyabban foglalkozni mondjuk a számoknak az energiájával, akkor hirtelen rádöbbenne, hogy mennyivel másabb ez a világ, mint amit az ember sejt róla. Mert a legtöbb embernek mag sejtése van a világ működéséről, de konkrét meggyőződése nincs. És a meggyőződés az, amikor te saját magad meggyőződsz dolgokról. Nem az, amit más meggyőződik róla. Mert van egy fontos gondolat ezzel kapcsolatban, ez egy tanítás, jó? De csak egy mondatnyi, ezt érdemes leírni. Hogy az az igaz, amiről meggyőződtél. Tehát számodra az az igaz, amiről meggyőződtél. Tehát amiről nem győződtél meg, az nem igaz. Oké? Tehát az embernek mindig az az igazsága és az az igaz, amiről meggyőződött. Na ezért a meggyőződésedről nem tudnak lebeszélni, és nem tudnak átbeszélni egy más dologra. Na most ezért van az, hogyha te azt gondolod, hogy az az igazad, és ha bebizonyítják azt, hogy nem igazad, nem az igazad,
Érted? Akkor onnantól kezdve az nem az igazad, ha bebizonyítják. De a meggyőződésedről nem tudnak lebeszélni. Világos ez? Ez a különbség. Na és ugye én, mivel én sok emberrel foglalkoztam, és nagyon sok ugye az emberekkel és az élet működésével kapcsolatos képzésen vettem részt, és ugye elkezdtem kapni is az információkat fentről, ezért ugye az átlagnál sokkal több meggyőződésem lett. Sokkal több. Ami azt jelenti, hogy nem tudnak lebeszélni dolgokról, érted? És nem tudnak áttéríteni más dolgokról. Mert nem tudnak. Tehát, mert ugye mivel én meggyőződtem dolgokról, elég szépen fenti segítség nélkül is átlátom a dolgokat. Ha nem segítenek, akkor is átlátom a dolgokat. És sokkal jobban átlátom a dolgokat, mint az átlagember. Hála Istennek, én régóta nem vagyok átlagember, és nem is akarok lenni átlagember, és soha nem is akartam átlagember lenni gyerekkoromtól. Na mindegy, ez egy dolog. Tehát most gondold végig, nem kellene neked meggyőződés? Tehát neked az a jó, hogy mindent próbálnak elhitetni veled? Hát nézd meg, hova jutott a világ, hogy az emberekkel mindent megpróbálnak elhitetni. És az emberek hisznek mindenféle baromságot. Érted? És nem tudnak róla meggyőződni, majd utólag lehet, hogy úgy győződik meg, hogy nem éli túl. Érted? És akkor majd, mint lélek, meggyőződhet róla, hogy ú, de ostoba voltam, mert elhittem ezt a sok baromságot, amivel megetettek. Tehát nem gondolod, hogy kellene olyan dolgokkal foglalkozni, amiről meg tudsz győződni? És ez nagyon egyszerű, mert ember és életismeret. Tehát ember és életismeret. És az életismeret odáig vissza, hogy akár hogy jött létre a teremtő. Mert ezt is megkaptam információként, hogy a legfőbb teremtő hogy jött létre a világegyetembe. És utána hogy jött létre az a lelkek, és hogy jött létre az anyag maga. Hát ezzel mind tisztában vagyok, mert megkaptam információként. Nem úgy, hogy na, akkor elém rakták az interneten keresztül. Nem így, vagy mit tudom, egy füzetbe, vagy egy könyvbe. Nem így, hanem információként. És ha megnézed, ha erről beszélek, tök logikus az egész. Tehát hiba nincs benne. Tehát teljesen logikus. Na most, de gondold végig, itt van az életed. Ebben a testben csak ez az egy életed lesz. Ennek a testnek vannak szükségletei, nem? Ezt a szükségleteket ki kell elégíteni. Tehát én látom azt, hogyha valakinek a szükségletei nem kellőképpen vannak kielégítve, a testeinek a szükségletei, most nem a lélekről beszélek, a test szükségleteiről, akkor az illető nem boldog. Magyarul a testének a szükséglet hiányából fakadó energiája olyan mértékben lecsökken, hogy az illető rossz állapotba kerül. Hiába van benne egy normális lélek, érted, amelyik jó állapotba akarna lenni, mert ugye magas rezgésű a lelkünk eredendően, akkor is ugye a test szükséglete, hát ugye mindenki maga tudja, hogy neki mi a szükséglete. Hát vannak olyan emberek, akiknek ugye azt érzik, hogy nem szeretik az emberek eléggé. Az azt jelenti, hogy szeretet szükséglete van. Érted? És ennek a hiányát érzi meg, és ezáltal rossz állapotban van. Csak egy példát mondtam, rengeteg olyan szükséglete lehet különböző embereknek, egyiknek egyik téren nagyobb, a másiknak másik téren kisebb. És az ember úgy működik, hogyha ez a szükségletek nincs kielégítve, akkor az ember rossz állapotba kerül. Tehát mit tudom én, mondjuk jó orba vág valaki, akkor az lett volna a szükségletet, hogy ne vágjon orba, nem? Nagyon egyszerű. És ugye ott van a fájdalom, hát a fájdalmat meg nem biztos, hogy kívántad, nem biztos, hogy kívántad magadnak. Jó? Tehát nyilván mit kíván az ember magának, hogy ne fájjon semmi, nem? Most akkor orba vágásról beszélek. Szóval érted a szükségletet? Tehát az embernek vannak szükséglete, és a szükséglet nincs kielégítve, akkor mint például ott vannak emberek, akik nem érzik magukat biztonságban, a biztonság szükséglete nincs meg, akkor elkezdik magukat rosszul érezni.
csak egy másik dolog, érted? De a biztonságra nem a lelkednek van szüksége, hanem a testednek. Világos ez? Mert a lelked az örök létű, ami azt jelenti, hogy a lelked elpusztíthatatlan, át tud menni a napon, érted? És nem lesz semmi baja. Na most onnantól kezdve mitől kellene tartania, milyen biztonsági kérdés van, ami a lélek esetében felmerülhet. Itt a Földön, az ég adta világon semmi. Világos ez? Tehát amikor egy ember nincs biztonságban, nem érzi magát biztonságban, az nem lelke nem érzi magát biztonságban, hanem a tested. Világos ez? Na most ezért ugye van egy csomó szükséglet, és ha azokat ki szeretnéd elégíteni, hogy jól érezze magadat, tehát a tested jól érezze magát, érted? Ha külön választjuk ugye a lélektől, hát nyilván nem fizikailag, hanem ugye most képletesen külön választjuk, akkor azt látod, hogy fontos, hogy a testünk jól érezze magát. Ehhez a testnek meg kell adni mindent, amire az testnek szüksége van, nem? De ahhoz, hogy a testnek meg tudjál adni, és nem örököltél mondjuk nagy vagyonokat, meg nem örököltél valami szuper családot, érted? Mármint úgy értve, hogy nem születtél be egy szuper családba, akkor elég sokat kell tenni annak érdekében, hogy az ember jól érezze magát a testében, nem? De ez mind tudás. Tudás nélkül nem megy. És ránéztem az órára, én még sokat tudnék ezekről a dolgokról beszélni, hát de most sajnos be kell fejeznem. Jó, és pedig ez érdekes téma lenne, mindegy, majd tartogatunk következő alkalomra is. De hát ugye ezeknek megnézed egy jó részét, nem biztos, hogy hallottad tőlem, amiről most beszéltem. De hát majd akkor a következő alkalommal is hallhatsz ilyet. De nem adok tudást. A tudást azt nem itt adom, hanem a coachképzéseken. Tehát magyarul az első rész az nem arról szól, hogy mit, hogyan csinálj, hanem arról szól, hogy a hogyan hiányzik. A mit az ott van, de a hogyan az hiányzik. Na most a mit meg, bocs, hogy ezt kell mondanom, szart se ér, ha hogyan nélkül. Érted? De a legtöbb ember azt gondolja, hogy a mit az elég. Tudod, mekkora tévedésben élsz, hogyha azt gondolod, hogy a mit az elég? És most nem az itt tanulóknak mondom ezt, hanem azoknak, akik rendszeresen hallgatnak engem, és lehet, hogy még be sincsenek regisztrálva. Mert ugye több tízezer ember hallgat rendszeresen engem, és be sincs regisztrálva. Annak egy jó része. Vagy néz, mindegy. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy megnézheted magad a következő években, ha nem fejleszted a tudásodat. És akkor vannak emberek, akik azt gondolják, hogy ők jó úton haladnak. Aha. És ezt a 10 életterületet mind jól tudod bánni. Minden. Tehát most nem fizikai síkon mozgó emberekről beszélek, hanem lelki síkon mozgó emberekről beszélek. Tehát itt van 10 életterület. Lehet, hogy nincsen 10 élet, visszamentem. Jó, itt van. Tehát itt van 10 életterület. Ez a 10 életterület, ez akkor is kell ennek a tudása, hogyha neked nincs szükséged mindegyikre. Tudod miért? Mert másoknak szüksége van rá. Érted? És ha te azt mondod, hogy hát nem kell azt nekem tanulni, mert hát ez vagy nagyon jó vagyok, ugye ez egyik véglet, a másik meg, hát nincs rá szükségem. Ez a másik véglet. Aha, és másnak nincs. Tehát nem hiszem, hogy sok olyan ember van a bolygón, aki ennek a 10 területnek a működéséről többet tudna, mint én. És mégis azt mondom, hogy tudod, mennyit fogok én erről tanulni még a következő, mit tudom én, évtizedekben, ameddig élni fogok ebben a testben. És akkor utána, amikor már nem ebben a testben leszek, akkor is. Érted?
És akkor vannak emberek, akik azt mondják, hogy hát ők az utukon vannak. Aha. És mekkora csapatod van, és a csapatodnak mekkora élethelyzeteit látod. Érted? Mennyi embernek az élethelyzetére látsz rá? Tehát ma, én már lassan azt mondom, hogy ebben bolygószinten a legtöbb ember élethelyzeteire kezdek rálátni. Már nem Magyarországról szól csak a történet, hanem bolygószinten. És tudod, mennyit lehet más élethelyzetéből tanulni? Hát most képzeld el, azt mondaná az ember, hogy azt mind nekem kéne megélni. Ó, atya úristen, még csak az kéne. Meg egy pupa hátamra. Tudod? Tehát sokkal jobb másoknak betekinteni az életébe, és nem megélni a más élethelyzeteit, mint megélni minden problémát. Érthető? Tehát ugye mások azt gondolják, akik szellemi tanítók, hogy ők szellemi úton vannak, vagy akár csak szellemi tanuló, hogy ő szellemi úton van. Aha. És minden területen tökéletesen tudsz működni? Még ha nincs is az a területed, tudsz tökéletesen segíteni másoknak abban? Ezen a bolygón senki nincs, aki tökéletesen tudna ezekben segíteni. Senki, érted? Beleértve engem is. De én törekszem rá, hogy a legjobb legyek ebben. Érted? A legjobb a bolygón. De nem második akarok lenni. Mit gondolsz, miért voltam piacvezető három területen? Jó, abból az egyiket hagyjuk ki, a legelsőt, az csak 6 hónapig volt. De a második 30, mert én azt mondtam, hogy azon a területen a legjobb akarok lenni. Ennyi. És meg is csináltam mind a kettőt. Érted? Tehát én nem elégszem meg azzal, amivel a legtöbb ember megelégszik. Én ha egy területbe belefogtam, akkor én ott a legjobb akartam lenni. Oké? És miért nem tűzhetnéd te is ki azt, hogy ott lenni a legjobbak közt? Miért? Tehát én egy olyan küldetést kaptam, amit végig kell csinálni. Én meg azt hozzátettem, hogy ha már végig csinálom, akkor én a legjobb legyek. Ennyi. Érted? Mert ugye nem te kaptad elsősorban ezt a küldetést, hanem én. Most onnantól kezdve én nem elégszem meg az átlag tudással. Hanem minél jobbnak. Hát az ember így működik, minél nagyobb emberre akar együtt, minél több emberrel akar együtt működni, annál jobbnak kell lenni. Nem? Hát érdemes ezeken a gondolatokon végig gondolkodni egy kicsit, jó? Tehát végig gondolni ezeket a gondolatokat. Na, köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha bármi olyan kérdés merült volna föl, amire nem tudod a választ, nézz körül az oldalunkon. Jó, a ppa.hu, tehát peterhugo.hu, nagyon egyszerű beírni. Ugye több néven is be lehet jutni az oldalunkba, de ez a legegyszerűbb. Tehát úgyis, ha rákeresel, hogy szedlacsik.hu, vagy szedlacsikmiklós.hu, vagy aranykor.net, vagy nyíltakadémia.hu, tehát sokféleképpen rátalálsz az oldalunkra. És minimum az, hogy regisztrálj be, és az oldalon van egy csomó információ, nézz körül. A képzéseket, a fizetős részt olyan összegért nyújtjuk, amit gyakorlatilag senkinek nem tud akadályt jelenteni a havi rendszeres befizetést. Próbáld ki, kezd el az első hónapot, nem tetszett, kiiratkozol, kész, ennyi. Nem kötünk veled szerződést arra vonatkozóan, hogy neked itt kell tanulni x ideig, nem várjuk el, hogy befizessél több hónapi tandíjat, annyit fizetsz, amennyit akarsz, ha akarsz, csak egy hónapot fizetsz. Érted? Tehát próbáld ki most, mit veszthetsz azon, hogyha módszereket hallasz. Például most az önismeret coachképzésünk azon a képzésen azt tanuljuk, hogy milyenek a saját személyiségünk előnyei, hátrányai, és mások személyiségének az előnyei, hátrányai, és hogyan lehet ezen változtatni. Tehát most kerültünk abba bele, hogy hogyan lehet változtatni a rossz tulajdonságokon. Hát nyilvánvalóan jó tulajdonságokon nem kell változtatni természetesen, de a rossz tulajdonságok
magunkon hogyan változtassunk. És ezeket meg lehet tanulni, jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Hát nagyon szépen köszönjük Szellőcsik Miklósnak ezt a színvonalas előadást. Hát megint nagyon sok újat tanultunk tőle. Egy pár szót szeretnék szólni magunkról. Rákóczi falváról érkeztünk, párkapcsolatban élünk. Én civil foglalkozásom jelenleg még szivattyúgépészként dolgozom a vízügynél, de egyre többet foglalkozok a szervezéssel, és kifejezetten a szervezéssel, nem csak reklámozással. Azért kezdtem a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert én annak idején a 90-es években szüleim által a Reikitől kezdve a természetgyógyászaton keresztül mindent ne foglalkoztak, és foglalkoztam én is. De valahogy úgy éreztem, hogy nekem nem a gyógyítás az utam. És elkezdtem keresgetni, több előadást is hallgattam, több tanfolyamon is részt vettem, de ahol megoldásokat is kaptam, meg az élet minden területére útmutatást, és főleg lehetőséget alkalmazni is, ezt egyedül a PPH-nál találtam meg. Itt találtam meg a páromat, és itt is ragadtam. Hát mit tanácsolnák nektek, akik először hallgattok? Azt, hogy gondolkozzatok, amit Miklós szavaival visszaérve, az minden igaz, és minden úgy működik. Elmondta, itt nagyon jó csapat, nagyon jó társaság, nagyon rengeteg tudás, és várunk szeretettel benneteket, mert itt nem a tudás lesz most már a lényeg, hanem a létszám. Tehát minél többen legyünk, és haladjunk az aranykor felé, lépjünk be. Ne gondolkozzatok, elérhető összeg, ami óránként 330 forintra jön ki, tehát az első hónap után. Nem egy olyan összeg, ami nem elérhető. Nem beszélve arról, hogy ha te is hozol több tanulókat, szervezed, akkor szinte ingyen van. Sőt, mi több, amiről nem igen szoktak szólni, egy jó jövedelm, tehát kiegészítő, egyelőre én még annak tartom, de szeretném főállásban is csinálni. Tehát ez is egy szempont. De gyertek, tartsatok velünk. Köszönöm szépen. Hát én csak annyit szeretnék mondani, hogy ezeket a dolgokat, amiről Feri beszélt, én már megéltem. Tényleg csapat nélkül nem lehet jól fejlődni. Szedlacsik Miklósnak minden szava igaz, én is az előző 25-26-20, nem tudom, nagyon régóta tanulom és alkalmazom ezeket a dolgokat. Nem csak magamra, ugye én természetgyógyászként működtem több mint 20 évig. Tehát másokra is próbáltam alkalmazni, amit akkor tudtam, és nagyon láttam, hogy az egyáltalán nem elég, tehát nem tudtak az emberek az életükön változtatni, csak ezzel a tudással lehet. És most 25 perc szünet következik, és szeretettel várunk mindenkit az igazi tudásra a második részben. Hát aki úgy érzi, hogy nem akar részt venni a másik előadáson, aznak megköszönjük, hogy meghallgatott bennünket, és elköszönünk tőlük. A többiek, akik részt akarnak venni, kapcsolják át a fizetős oldalra, és ott találkozunk. 25 perc szünet következik. Köszönöm.